Sziasztok, ebben a videóban az Office letöltését és a telepítését mutattam be. Első két lépésnek töltsük le az Office-t a Mediafire oldalról, majd a Kömszautót töltsük le a kömszautó.info oldalról. Ez a két oldal benne lesz a leírásban. Ezek után csomagoljuk ki az MS Office 2019. zip filet. Majd a kömszautónet.zip filet, mielőtt megtesszük a vírusírtó kikapcsolva legyen. Menjünk bele a MS Office 2019 mapába, aztán a Office Professional mapába, indítsuk el a Microsoft Office lemezképfájt, majd automatikusan bedob. Ha nem, akkor a DVD meghajtóra kattintva belemegyünk, indítsuk el a oinstall.exe filet, válasszuk ki, ami nekünk kell a csomagból, fontos, hogy 2019 ne telepítsd. Mert a kömszautóban még nincs 2019-es, hagyd 2016-on, kattints az install gombra és várjuk meg, míg letölti. Ha még nem tetted meg a videó elején, akkor kapcsold ki a vírusírtót. Mert nem fogja aktiválni, ha bekapcsolva lesz, ezután a kömszautónet 2016 mapába megyünk és adminisztrációval elindítjuk. Információra nyomva megkapjuk a csomagról az infót. Én nekem már aktiválva volt, egyszer így látható, hogy 106 nap 5 óra 18 perc lejár, látjátok? Ott az Excel, szóval nem csalók, le van töltve és aktiválva is van, azért van aktiválva. Mert hibába törlöd le, a kulcs benne van a gépben, és ezért van aktiválva, de újra aktiválom veletek, ami 180 napig használható és minden 180 nap múlva aktiválni kell. Információ után rányomunk az Activate Office és megvárjuk, míg megcsinálja, és amint azt írja, hogy sikeres, akkor készen is vagyunk. Mikor telepítettük, akkor érdemes a DVD meghajtóra jobb klikket nyomni és kiadni, és akkor nincs ott az Office-nak a virtuális DVD-je. Minden után érdemes visszakapcsolni a vírusírtót és újraindítani a gépet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!